Minden férfi életében eljön az a nap, amikor valami jelentőség teljeset kell alkotnia és letenni az asztalra. Én most ezeket a mogyoróvajakat tettem le az asztalra, és azért fogom végigkóstolni őket, hogy neked már ne kelljen, hanem megtudd az igazat. És fogadd el, és hidd el, hogy az a legjobb. Biztos vagyok benne, hogy már most elkezdte valaki pötyögni, hogy ma pedig a kutya füle márkájú mogyoróvaj nincs itt az asztalon, így van. Olyanok vannak itt, amiket most elindultam és meg tudtam venni aznap, vagy megrendelni kifli.hu kihozta, olyanokat nem szereztem be, amire várni kellett volna. Tehát, hogy a legtöbb ember ebben a pillanatban azt gondolja, hogy én most eszek egy mogyoróvajat, és bemegy a boltokba, ezeket találja. Elmondom, hogy miért én leszek a lehető legkiválóbb alany a kóstolásra, azért, mert nem kifejezetten szeretem a mogyoróvajat. Akkor miért csinálok róla videót? Mert én meg tudom állapítani, hogy a melyik a legkevésbé rossz. Nem vagyok elfogult, és nem fogom azt mondani, hogy jaj, mogyoróvaj, gyivaj, banán, nem. Rögtön ítélő bíróság vagyok. Ez rühellem. Nem jó. Eddig talán ez a legjobb. Ez hitvány. Ez gyász. Kezdjük azzal, hogy egészségesség szempontjából már egy csomó termék a kóstolás előtt megbukott. Nézzük például ezt a Pamita, 90% földi mogyoró, növényi olaj, repceolaj, cukor, kukorica keményítő, így dobnám a kukába, nem baj. Ez az Aldiból van, nagyon szép amerikai csomagolása van, még földi mogyoró rétegen. És ez is 90% földi mogyoró, nátcukor, teljes mértékben hidrogénezett pálmazsír. Ki kért ilyet? Modern csomagolása van, ez biztos, az, igen, ez 100% pörkölt földi mogyoró, és nincs benne semmi, tehát ez már egyel szimpatikusabbnak tűnik. Biotech földi mogyoró, 99,5% földi mogyoró, és só van még hozzáadva. Nuts & Berries, ez is 100% pörkölt, hántolt földi mogyoró. Ők itt eddig a jó versenyzőnek tűnők. Ez itt a Tesco-ból van. 94,8% földi mogyoró, az nem is olyan rossz, de cukor és teljes mértékben hidrogénezett repceolaj van benne. Fölöslegesen etetnek velünk ilyen hülyeségeket. Hát sajnos a Lidl is cserben hagyott engem, mert 94% pörkölt földi mogyoró pálmaolaj, 1,2% földi mogyoróolaj, nátcukor, étkezési só. És még itt van ez, nem tartalmaz hozzáadott sót és cukrot, 100% földi mogyoró bél. Bél, Valentine's. Na, ez a Valentinái. Csomagolás az mókás, mert pixeles. Különböző kanalak vannak, ahogy láthatjátok, hogy a pro legyen a teszt, mindegyiknek más, és nem ettem ma még semmit, azért, hogy ne legyen az, hogy jól vagyok lakva. Hát, megmondom őszintén, nem tudom, mit akartam mondani. Jó, kezdjük ezzel a Pamitával. Egyébként kiemeli, hogy nincs benne pálmaolaj. Görögországban gyártva és csomagolva, tehát ez Görögországból származik a Pamita. Amit még kifejezetten nem szeretek a földi mogyoró vajban, hogy feltapad a számnak a tetejére, és van, aki azt szereti pont, de én ezt rühellem. Reményem vagy vágyam, hogy majd valamelyik olyan lesz, hogy nem tapad oda egyből. Azt nem tudom még, hogy mihez kezdek majd a videó után ennyi földi mogyoróvalja. Na lássuk. Ja, és mindegyikből a smooth-ot választottam, ez a krémes változat, nem a crunchy-t. Ez egyből megbukott az odaragadást tesztem, meg olyan természetellenes az állaga. Tehát, hogyha valaha csináltál már bármilyen vajat, tehát mogyoróvaj, vagy török mogyoróból, vagy bármelyik magból, akkor az a krémes, az nem így krémes, vagy így megáll. Így. Szóval látszik, hogy ez így tele van minden szarral. Kukorica keményítő miatt valószínűleg azért áll meg így. Jó. Anyádat. Na jó, ez is egy mínuszpont, hogy alig tudom visszatenni a tetejét. Soha többet nem vennék ilyet, és remélem, hogy nem is kell lennem majd ilyet. Jöhet az Aldis csomagolása, nagyon amerikánó. Hergestelt in der EU, mit Erdnüssen aus Südamerika. Pálmazsíros, nátcukros. Na nézzük. Amúgy ez jobban néz ki, mint a másik, nem olyan műnek tűnik, mint a görög. Na nézzük. Ja, majdnem a másik kanalával nyúltam bele.
kicsit természetesebb is az íze. Viszont kifejezetten érzem benne a cukrot, ami nem jó. Mert én nem édességként akarok mogyoróvajat enni, meg nem akarok tök fölöslegesen cukrot enni. Szóval ez is egy kuka. Soha többet nem veszek az Aldiban. Nézzük a mendula földi mogyorókrémet. Szép csomagolás, vegán, biztos drága. Már nem emlékszem, hogy mennyi volt. Az árakat majd a kóstolás után mondom el, hogy egy kis kontextusba rakjuk. Na, ez úgy néz ki, mint egy mogyoróvaj, és ezzel látszik is, igen, mert ez 100% földi mogyoró, hogy folyik. Tehát ezt nem tudnám teljesen megdönteni, mert kifolyna belőle. Tehát elérkeztünk már a komolyabb versenyzőkhöz. Na, lássuk. Ez így folyik. Na, hát ki se tudom venni, úgy folyik. Na. Hú, az, hogy ízre jó, de ötszörösen a szájpadlásomra tapad rá ezekhez képest. A háromból eddig ezt választanám, de ez a szájra tapadás, ezt rühellem. Jöjjön a Biotech USA. Biotech Hungary. Na, állagra ez is jól néz ki, viszont nem annyira folyékony, mint a másik. Tehát ez eléggé megáll. Mondjuk az annyira nem szimpatikus, hogy alapból adnak hozzá sót, mert ha valaki szeretné, az megsózhatja, de hogyha valaki nem akar annyi sót bevinni, vagy valamiért figyelnie kell arra, hogy nem ehet annyi sót, annak nem ez a legjobb. Szájpadlásra ragadás. Amúgy nagyon sós. Jó van. Mondtam én, hogy én leszek erre a legjobb alany, mert eddig egyik se ízlik. Jöhet akkor a Nuts and Berries. 100%! Ez is olyan jó folyékony, mint ez a másik. Nincs se hozzáadott só, se cukor, se semmi. Ezt a biobarát bioboltba vettem. Állagra, ami elég szimpatikus, meg jobban hasonlít arra, ami frissen készül mogyoróvaj. A barátnőm mondta, hogy a legfinomabb mogyoróvaj az, amit ő csinál, és ez nincs köztünk vita. Tehát ezzel egyet értek, viszont nem mindenkinek van ott az én barátnőm, szerencsére. Eddig talán ez a legjobb. Nem annyira ragadt föl a számra, mint ez a másik, teljesen természetes. Az egy kicsit igen, de nem olyan felháborítóan és tolakvóan. Az íze viszont nagyon finom. Szóval eddig ez az első, amelyik ízlik. Hát tulajdonképpen ő az egyetlen, amelyikből többet tette, mint egy kanálra. Az már valami. Az meg már nem semmi. Jöjjön a Tesco. Én azt mondom, hogy ha van lehetőségetek arra, hogy magatoknak csináljatok otthon, akkor nyilván mindig az a legjobb. De hogyha éppenséggel nincs se idő, se energia, se kedv, akkor meg nyilván vesztek egyet. Na meg a másik, hogy ha magadnak veszel magot, az se stabil minőségű. Például barátnőm csinálta, hogy vett kókuszt, és csinált belőle kókuszitalt, és akkor nagyon király lett, és mondta, hogy hú, mindig ilyet fogok venni, majd legközelebb vett ugyanabból a márkából, és meg se közelítette. Tehát nem tudják folyamatosan ugyanazt a színvonalat hozni, még a nyers alapanyagokból sem. Úristen, ennek az állaga ez... Hát ez nem... Nem egy természetes és vállalható állag. Ez hitvány. Fú, de főleg az előző után. Úristen. Ez a göröggel van egy szinten, annyira szó. Na, jöjjön a Lidl, reméljük nem hagy cserben. Igen, és ez is ilyen állagú. Nem tudom, lehet, hogy valaki ezt szereti, vagy ezt keresi, hogy ilyen legyen. Ez gyász. Jó, a Tesco-snál jobb. Feltapad a szájra, és közben nem is természetes idő, hanem ez a mű. Nem jó. Na, még egy van hátra. Ez lehet, hogy jó lesz, mert ez egészen folyékonynak tűnik, meg hát ez is olyan, hogy 100% földi mogyoró. Bél, sejmes. Külön rá van írva, hogy sejmes. Lesítom szedni. Nyeladat. Na, ez folyékony, ezt nem lehet annyira megdönteni, mert kifolyik belőle. Jó, az állaga ennek is jónak tűnik. Elrontotta. Annyira jól indult, hogy az íze nagyon finom volt,
és feltapadt az egész a szájpadlásomra. És akkor ezt kell csinálni folyamatosan a nyelveddel, hogy le tudjad szedni onnan, ahol nem kuka, nem dobom ki, mert nekiadom a barátaimnak. Csak nincs ennyi barátom. Sorba rakom, jobb oldalon lesz a legjobb, bal oldalon meg a legszebb. Az biztos, hogy a görög az a legszebbé tartozik. Hát az Aldi is az is egy ilyen hasonlóan rossz. Ezek voltak ilyen jobbak. Jó, ez sós volt. Ez oké volt, csak feltapadt. Ez volt talán a legjobb. Hú, na ez volt a legrosszabb. Ez a Tesco-s. A Lidl-öset csak azért teszem beljebb, mert nagyon szeretem a Lidl-t. Na így. Egyébként így is van, hogy innentől jobbra ezek 100%, vagy 95%, vagy 99,5%. Ezekben meg van nátszukor, meg valamilyen olaj hitványrészleg. Innentől meg az oké. Még befolyásolhat az ár, úgyhogy nézzük meg, hogy melyik mennyibe került, mert nem emlékszem fejből. Számlákat megtartottam. Nem a Tesco-s volt a legolcsóbb, pedig az a legszabb. Tehát ez abszolút értékben a legrosszabb választás, mert 4638 forint kilója, és azt minősítettem a leggyengébbnek. A Lidl-ös kilós ára 3698 forint. Biotech USA kilós ára 6225, tehát ez brutál drága. Az Aldis kilós ára 2854, nem olyan jó, de legalább olcsó. A Valentine's kilós ára 6396 forint, a Mendula az kilós ára 6179 forint, ez a görög kilós ára 4997 forint, melyik van még? A Nutzenberries a biobarátból kilós ára 4780, és hó, ott akkor nagyon jó az árérték arány, mert ezek, ahogy látom, mind ilyen 6000 fölötti, ahol 100% közeli a földi mogyoró tartalom, tehát ez abszolút értékben győztes, ezt hozom ki győztesnek. Akit nem zavar az, hogy egy kanállal beleettem, a leghumorosabb kommentelők megkapják. Azért nem fogom elpostázni, de hogyha valaki itt van Pesten, az írjon egy olyan kommentet, minthogyha az anyukáját szeretné rávenni, hogy vegyen. Na, húzzatok innen.